Riasztás. A jelentős esőzés miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat megyénkre, azonban árvízre nem kell készülni, és várhatóan belvizes területek sem alakulnak ki. Bíróság. Több mint 70 ezer ügy érkezett 2017-ben a nyíregyházi törvényszékre és az illetékessége alá tartozó bíróságokra. Bűnmegelőzés. Alternatívát kínál a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel bűnmegelőzési program. Másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a 24 óra alatt várható nagy mennyiségű eső miatt. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vízügyi szakemberek szerint bár emelkedik majd a folyóink vízszintje, azonban árvízre nem kell készülni, és várhatóan belvizes területek sem alakulnak ki. A zivatarok mellett viharos széllökésekre és akár jégre is lehet számítani, ami a mezőgazdaságban okozhat jelentős károkat. Jól látszik ezen a térképen, hogy szinte az egész ország területén esik az eső, és térségünkben várható a legtöbb csapadék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egész héten esni fog, így jelentős mennyiségű, akár 40 mm-nél is több csapadék eshet a megyénkben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint azonban jelentős vízemelkedésre nem kell számítani. A vizek szempontjából jelentős vízállás változása most következő napokban az észak-kelet-magyarországi folyókon nem várható, hiszen ugyebár valóban jelentős az a csapadék mennyiség, amit várunk a most következő néhány napban. Helyenként ugye kimondottan több, mint 20 mm is, például a Szamos vízgyűjtő területén, ott megközelítheti ugye a 20 mm-t, illetve a többi vízgyűjtő területeken meghaladja a 10-15 mm-t. De szerencsére ebből a csapadékból jelentős vízszintemelkedés nem várható majd a most következő néhány napban. Ez azt jelenti egyébként, hogy a Tiszán, illetve a kisebb folyókon egy kicsi vízszintemelkedés lesz, ez egy kismértékű vízszintemelkedés, de a jelentős csapadék ellenére továbbra is alacsony medertehetségekre számítunk, tehát árvízre semmiképpen sem. Az elmúlt két napban tehát mindenhová megérkezett az éltető csapadék. Ez jó hatással van a repce és búzaültetvényekre, valamint esélyt ad a napraforgónak és a kukoricának a normális fejlődésre. Vannak térségek, ahol már egy hónapja nem esett néhány milliméternél több csapadék, így a talajok még mindig nem mindenütt töltődtek fel vízzel, azonban a szóvivő szerint az időjárás kiszámíthatatlansága hozhat még meglepetéseket. Amivel mi mindig dolgozunk, és amivel folyamatosan együtt élünk, és amit mindig hangsúlyozunk, az az, hogy most már az időjárásban azért egyre nagyobb a kiszámíthatatlanság, illetve egyre nagyobb szerepet kapnak a szélsőségek. És erre a kérdésre is csak így tudnék válaszolni, hogy gyakorlatilag igen, bármi előfordulhat, tehát előfordulhat is, hogy nagyon keves idő alatt jelentős mennyiségű csapadék esik, és akkor kialakulnak belvizes területek, illetve az is előfordulhat, hogy akár egy hónapon belül már aszályos területekről beszélünk, majd ezt most még nem tudom megmondani. A zivatarokhoz átmenetileg erős vagy viharos széllökés, jelentős csapadék és kisméretű jég is társulhat. Az előrejelzések szerint megyénkben egy-egy intenzív zivatar sem kizárt, amelyet 70 km/h fölötti széllökés és nagyobb méretű jég kísérhet, amely a mezőgazdaságban még okozhat jelentős károkat. Több mint 70 ezer ügy érkezett 2017-ben a nyíregyházi törvényszékre és az illetékessége alá tartozó bíróságokra. Ez az országos összérték valamivel több mint 5%-a. Az ügyek közel fele digitálisan érkezett a törvényszékhez, ezért is volt fontos az a digitális minimum program, amelyet a dolgozók digitális felkészültségének mérése érdekében indítottak 2017-ben. A nyíregyházi törvényszékre, valamint az illetékessége alá tartozó helyi és külön bíróságokra közel 77 ezer peres és nem peres ügy érkezett 2017-ben, és több mint 77 ezer ügy nyert befejezést. A folyamatban maradt ügyek száma több mint 12 ezer, amely az országos érték 4,6%-a. Ez csökkent a 2016-os évhez képest. Az egy éven belül befejezett perek aránya közel 91%, a két éven túl folyamatban lévő ügyek aránya pedig alig több mint 3%. Ezek azok a mutatók, amelyek azt
mutatják, hogy stabil, nagyon magas szakmai irányítás folyik a nyíregyházi törvényszéken, és ezzel együtt jár az a megállapítás is, hogy a nyíregyházi törvényszék 2017-ben maradéktalanul teljesítette az alaptörvényben leírt kötelezettségét az ítélkezéssel, kapcsolatosan a bíróság működésével, kapcsolatosan ügyfelek kiszolgálásával, az elektronizálással, tehát mind-mind azokkal a kérdésekkel, amelyek igazán fontosak egy állampolgárnak. Más mutatók is alátámasztják a nyíregyházi törvényszék magas színvonalú működését, a kiemelt szakmaiságot, amelyek országos szinten is elismert hivatallá teszik az intézményt. Nemzetközi sztenderdek is vannak, ugye a legfontosabb mutatók azok, hogy mennyire időszerű az ítélkezés. Egy példát mondhatok, amíg Magyarországon 186 nap az átlagos időtartama egy polgári pernek, addig Olaszországban 956 nap. Tehát ez egy egyszerű mutatószám, és ez fontos az ügyfelek, vagy akár a vádlottak számára, hogy időben ítélethez jussanak. A másik, ami nagyon fontos mutató, az, hogy mekkora a fellebbezés aránya, tehát mennyire fogadják el az elsőfokú döntést az emberek, illetve, hogy milyen döntés születik a fellebbviteli fórumon. A nyíregyházi törvényszék fejlődéséhez hozzátartozik az a digitalizációs folyamat is, amelyet tavaly indítottak el. Kiterjesztették az elektronikus ügyintézést a civilisztikai ügyekre, és bevezették a büntető ügyszakban is. Ez új ismereteket és nem kevés technikai fejlesztést igényelt a bíróságoktól. Egyrészt a belső működéssel kapcsolatban ügyfelek elektronikusan, digitális úton küldhetnek hozzánk beadványokat. Ez 2017-ben a teljes civilisztikai ügyszak peres ügyszakára vonatkozott, illetőleg a civil szervezetek és a cégekkel összefüggő eljárásokra. Illetve mi magunk is tudunk tájékoztatást, információt küldeni olyan ügyfeleknek, jogi képviselőknek, akik ezt kérik és regisztrálnak nálunk. Tehát például e-mailben vagy SMS-ben tudjuk őket értesíteni a tárgyalás időpontjáról, vagy érkezett esetleg új beadvány vagy szakértői vélemény. A virtuális téren túl megújultak a bírósági épületek és berendezések is, amelyek így még hatékonyabbá teszik az ügyintézést. Alternatívát kínálni a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Ez a célja, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel bűnmegelőzési programnak. A projektet még 2014-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács felhívására dolgozta ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A programban ezúttal a Berkeszi Gyermekvédelmi Központ kapcsolódott be. A program nevéhez az hülyen közös zenéléssel indult el a Berkeszi Gyermekvédelmi Központ a Zene az kell című projekt záró ünnepsége. Program 2014-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság kitartó munkájának köszönhetően és sikeres pályázat elnyerését követően a megyében valósulhatott meg először. A prevenciós programban elsőként a Máté Szalkai, másodikként a Tiszadobi, harmadikként pedig a Nyírbogáti Gyermekvédelmi Központban nevelkedő fiatalok vehettek részt. Elsősorban zene, tánc oktatással kívántuk a gyerekeket kvázi lekötni és egy olyan értelmes elfoglaltságot találni, amivel helyes útra tudjuk őket nevelni. 2017. októberében a Berkeszi intézmény is csatlakozhatott a projekthez. Itt a gyerekek oktatását több szaktanár is segíti. Egy zenetanár, egy énektanár, egy tánctanár és a dobtanár, illetve a gitártanár, tehát 5 tanár van, és egy 8 gyerek az, aki aktívan részt vesz. Hát sajnos van olyan is, aki időközben meggondolja magát, néhány foglalkozásra nem jön el, és utána újra bekapcsolódik. A program 4 éve működik sikeresen, ezt már Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mondta el. Az intézetek elmondják, hogy a tanulmányi eredményen a magatartásoknál, az engedély nélküli eltávozások terén jelentős és számszerűleg is kimutatható méretű változások következtek be az intézet területén. Tehát úgy gondolom, ez a program elősegíti azt, hogy mindenki bármilyen nehéz helyzetből indulhat az életbe, megtalálhatja
saját elképzelésének megfelelően a kivezető utat. Garambölgyi László dandártábornok szerint elsődlegesen nem az a cél, hogy tehetségek legyenek felfedezve, hanem hogy a gyerekek értelmesen töltsék el a szabadidejüket. Ezért 2018-ban nagyobb keretet fordítanak a programra. 4 éve, akkor még 5 millióval, de hát ugye azért szélesedik, igényesebb. És ugye 2 lehetőség van, az egyik, hogy a tanuláshoz szükséges eszközöket, ugye vettünk gitárt, szintetizátort, dobfelszerelést, biztosítjuk, ugye ezek azért több milliós tételek, és fizetjük a zenetanároknak az óradíját. Most ugye ebben a 2017-es projektben mind a kettőt megtettük, ebből jött ki a 10 millió forint. Az otthonokban nevelkedő gyermekeknél teljesen más pedagógiai rendszert kell alkalmazni egy tanulási folyamatnál. Hangsúlyozta Lakatos István, a Zene az kell projekt szakmai koordinátora. Aki hozzátette, a tanároknak elsősorban azt kell elérniük, hogy példaképek legyenek a gyerekek előtt. Más pedagógiai rendszert és szisztémát kell kiépíteni, és csak úgy működik, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ők sokkal több szeretetet igényelnek, mint egyébként adott esetben egy olyan gyerek, aki zeneiskolába tanul, és otthon várja őket a családjuk, és otthon ösztönzik arra, hogy tanuljanak és gyakoroljanak. Bár ma a projekt záró ünnepségét tartották a berkeszi otthonban, a program azonban nem ér véget, hanem a jövőben is folytatódik tovább. 2 személygépkocsi ütközött össze tegnap este Nyírtelken, a Petőfi és a Bem utcák kereszteződésében. Az egyik járművezetője elsőbségadás nélkül hajtott a kereszteződésbe, ez okozta a balesetet. A mentők mindkét sofőrt kórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a felelősség kérdését és a baleset körülményeit. A Nyíregyházi Egyetem 3 hallgatója részesült a Magyar Sportnapján, Magyar Sportcsillagok ösztöndíjban. A kerekes székes vívó Veres Amarillát, az ökölvívó Kovács Rihárdot és az atléta Szikszai Róbertet ma köszöntötte Vasné Figula Erika, az intézmény rektora. A Magyar Sportcsillagok ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágokban versenyző azon sportolók támogatása, akiknek tanulmányi idejük alatt esélyük van arra, hogy olimpiai, világ vagy Európa bajnoki érmet szerezzenek. Az idei tanév második felében 18 sportág összesen 96 képviselője részesült ösztöndíjban. A Magyar Sport napján megtartott ünnepségen a Magyar Tudományos Akadémián ott volt a Nyíregyházi Egyetem 3 hallgatója is. Nagyon büszkék vagyunk a hallgatóinkra, hogy nem csak országos szinten, hanem nemzetközi vonalon is, világszínvonalú versenyeken képzelik nem csak az országot, hanem a Nyíregyházi Egyetemet is, és ezen belül pedig a Testnevelési Sporttudományi Intézetet. Az ökölvívó Kovács Rihárd ebben az évben világversenyen is képviselheti majd a Nyíregyházi Egyetemet. Most ebben az évben a meghatározó verseny a főiskolás VB lesz novemberben, aztán az uniós EB. Majd jövőre lesznek inkább a komolyabb versenyek a kvalifikáció miatt. A diszkoszvető Szikszai Róbert nem első alkalommal részesült az ösztöndíjban. 5. évvel az, hogy én idejárok az iskolába, eddig minden fél évben megkaptam ezt az ösztöndíjat, ami nagyon segíti a felkészülésünket, és a mindennapi élethez is egy segítséget tud adni. A 3. díjazott, a kerekes székes vívó Veres Amarilla elmondta, hogy egy világkupa viadalt követően gőzerővel készül majd az év fő versenyére, a szeptemberi Európa bajnokságra. A bajnokságban szerzett ezüstéremmel és a Magyar Kupa győzelemmel sikeres szezon zárt a Fátum Nyíregyháza. A nyíregyházi női röplabda csapatot a következő idényben is Hollósi László irányítja majd. Az együttesből Villám Lilla jelenleg a válogatottal készül az Európa Liga mérkőzésekre. Minden szempontból eredményes szezon tudhat maga mögött a nyíregyházi női röplabda csapat. Az idehaza évek óta egyeduralkodónak számító Békés Csabát a Magyar Kupa döntőjében legyőzte az akkor már Hollósi László által irányított együttes. Ezt a bravúrt a bajnoki döntőben is véghez vitte a csapat, viszont a másik 3 meccset és vele a bajnoki aranyat a Békés Csaba nyerte. Mint a vezetőedző elmondta, úgy érzi, hogy nem az aranyat veszítették el, hanem az ezüstöt nyerték meg. Ebben a szezonban nem volt több ebben a csapatban, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk az elért eredményre, és nagyon büszkék vagyunk, hogy Nyíregyháza, illetve a Fatum Nyíregyháza nevét öregbíthettük. A kupa győzelem egy csodálatos eredmény volt, így a bajnoki döntő után meg úgy gondolom, hogy ez meg duplán vagy triplán is felértékelődik, hogy mekkora sikert értünk el a
kupa döntőben. Azt látni kell, hogy még egy picit előttünk jár Békés Csaba összességébe, de úgy gondolom, hogy az az út, amit elkezdtünk itt Nyíregyházán, most már mondhatom így közösen, az egy nagyon jó út, úgyhogy keményen kell dolgozni, és tényleg így még van motiváció, hogy hova fejlődjünk. A következő lépés már a bajnoki arany megszerzése lenne. Ehhez a csapat értékének megtartása mellett erősítésre is szükség van. Én azt látom, hogy az elhatározás megvan az érintett felek részéről. Ez a legfontosabb. Ha a feltételeket tudják biztosítani, akkor én úgy gondolom, hogy mi a szakmai stábban mindent megteszünk azért, hogy előreléphessünk. Nyilván történnek majd a játékos keretben változások, de nem akarjuk azért teljes mértékben felborítani, tehát az értékeinket szeretnénk megtartani, és nyilván bizonyos posztokat erősíteni, de ez még a jövő zenéje. Az viszont biztos, hogy vezetőedzőként a következő szezonban is Hollósi László felel a szakmai munkáért. A segítők személyében sincs változás, Horváth András és Kőhalmi Rihárd is tagja marad a szakmai stábnak. Jelenleg Villám Lilla a magyar, több külföldi játékos pedig hazája válogatottjával készül. A felkészülést a tervek szerint augusztus elején kezdi el a Fátum Nyíregyháza, amely a két hazai sorozat mellett ismét megméretteti magát a nemzetközi porondon is. Nagykőrösön teheti meg az első lépést az ötödik hely megszerzése felé a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a kupa rendszerű párharc első felvonásán csütörtökön lépnek pályára. A visszavágót vasárnap rendezik a Continental Arénában. Miközben az érintett csapatok már az elődöntőkben küzdenek egymással, a Nyíregyháza Blue Sharks legjobb esetben is az 5.-8. hely valamelyikét szerezheti meg. A Vasas elleni kiesés még sokáig téma lesz kosaras körökben, de a csapat szakmai stábja már előre tekint, és igyekszik megtalálni a megfelelő motivációt ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a hátralévő meccsekből. A felkészülés nem mondható ideálisnak, a hangulat miatt sem, és azért sem, mert 4 játékos nélkülözni kellett az edzéseken, Busz Iván, Cura Attila, Olá Zoltán és Vida Zoltán ugyanis vasárnaptól keddig az egyetemi bajnokság döntőjében képviselte a Nyíregyházi Egyetemet. Természetesen nem ilyen párharcra készültünk, de ha már itt vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fontos számunkra, hogy megszerezzük azt az 5. helyet, ami elérhető még a legmagasabb helyezésként számunkra. Meg kell, hogy találjuk azt a motivációs tényezőt, ami segít abban, hogy ezt elérjük. Úgy gondolom, hogy a következő szezonra kell figyelnünk, és most érkezett el az időpont, amikor nem ez a legjobb helyzet természetesen, de elérkezett az az időpont, amikor lehet bizonyítani azt, hogy ki alkalmas arra, hogy a csapat további tagja legyen, továbbra is együtt dolgozzon a csapattal, és ki az, aki nem alkalmas arra, hogy megfelelő szinten tudjon teljesíteni. Remélem, hogy a srácok ezt érezni fogják, és önmagukat is fogják tudni motiválni azért, hogy tudjuk megszerezni ezt az 5. helyet. A Nagykőröstől az alapszakaszban idegenben kikaptak a cápák, hazai pályán viszont legyőzték jelenlegi ellenfelüket Nagy Krisztiánék. A mostani párharc kupa rendszerű, és semmilyen szempontból nem mindegy, hogy milyen eredmény születik az első mérkőzésen. Kellemetlen ellenük játszani, de úgy gondolom, hogy ezen is túl kell lépni, azért az alapszakasz mérkőzésen, amikor egymás ellen játszottunk, egy szoros mérkőzésen kaptunk ki Nagykőrösön, amit nem lett volna szabad nekünk megengedni, de így történt. Úgy gondolom, hogy szoros mérkőzésre most is mindenféleképpen van esélyünk, utána pedig hazai pályán meg kell oldanunk azt, hogy mi legyünk a jobbak, és ebből a párharcból mi jöjjünk ki kedvezőbben. A csütörtöki első találkozót követően a visszavágót vasárnap rendezik a Continental Arénában. A továbbjutó csapat a PVSK Miskolc párharc győztesével játszik majd az 5. helyért. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára Szabolcs-Szatmár Bereg megyére a 24 óra alatt várható nagy mennyiségű eső miatt. A vízügyi szakemberek szerint bár emelkedik majd a folyóink vízszintje, árvízre nem kell készülni és várhatóan belvizes területek sem alakulnak ki. A zivatarok mellett viharos széllökésekre és akár jégre is lehet készülni, ami a mezőgazdaságban okozhat jelentős károkat. Több mint 70 000 ügy érkezett 2017-ben a nyíregyházi törvényszékre és az illetékessége alá tartozó bíróságokra. Ez az országos összérték valamivel több mint 5%-a. Az ügyek közel fele digitálisan érkezett a törvényszékhez, ezért is volt fontos az a digitális minimum program, amelyet a dolgozók digitális felkészültségének mérése érdekében indítottak el, szintén 2017-ben.
alternatívát kínálni a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, a körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Ez a célja, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel bűnmegelőzési programnak. A projektet még 2014-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács felhívására dolgozta ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A programba ezúttal a Berkeszi Gyermekvédelmi Központ kapcsolódott be. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 16-án szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Bár kissé északabbra helyeződik, de továbbra is sekély ciklon, illetve magassági hidegörvény alakítja hazánk időjárását. Az előttünk álló éjszaka az összefüggő felhőzet szakadozottá válik. Többfelé, főként a körzet keleti részén várható eső, zápor, éjszakára csökken a csapadék hajlam. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég. Akár több helyen is lehet eső, zápor. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, de elszórtan zápor, zivatar még előfordulhat. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés mértéke.